Lám Béla 1892. február 17-én született Medgyesen. A családban a 18. századtól a mérnöki pálya öröklődött nemzedékről nemzedékre. A lámok vízmérnökök, vasúti mérnökök voltak. Sírfeliratára két szót véstek neve után, mérnök és író. Technikusi körökben neve évtizedeken át összekapcsolódott Románia mozdonyainak jobb hatásfokot biztosító porlasztóival, egy újfajta traktorkerékmodellel és a mezőgazdasági géptanban használt szakkönyvekkel, egyetemi jegyzetekkel. Írói hírnevét 1967-ben megjelent önéletrajzi regényének, A körön kívülnek köszönheti. A következő percekben Lám Béla hagyatékáról Hanc Lám Irén mesél, majd egyetemes irodalomtörténészt várjuk a stúdióban. Az elmúlt években Hanc Lám Irén neve egyre több irodalomtörténeti értékű kiadvány fedőlapján szerepel. Könyvei édesapjának, Lám Bélának a hagyatékát dolgozzák föl. Annak a Lám Bélának, aki bár hivatalosan sosem volt tagja a két világháború közötti erdélyi magyar írók társaságának, az akkori kulturális életben intenzíven részt vett, és mély barátság fűzte az erdélyi irodalom nagyjaihoz. Életútregényével, A körön kívüllel pedig maradandó értékű irodalmi művet alkotott. Itten látható ugye Lám Adolf és Medvecki Bella, ugye, mérnök és hát Medvecki Bella volt, család anya, és a négy gyermek, a Lám család négy gyermeke, a legkisebb Lám Béla. Említettem, hogy a református kollégiumnak volt diákja, érdekes, gimnáziumi érettségi bizonyítvány. Ezt majd oda akarom adni a kollégium levéltárába, hogy őrizzék. Hát édes az érettségi tablókép, ugye 18-17 éves, mert 6 éves korában ment iskolába. Egyszerűen a bátyjaival elküldték, hogy menjen ez is iskolába, hogy otthon ne lábatlankodjon, és elvégezte. Ami érdekes és tragikus, ez a baráti nyilatkozat, amit ők érettségi után elhatároznak, hogy 19-ben találkoznak, 19 nyarán. Ugye 9-ben érettségizett, hát nagyon sokan nem tudtak találkozni, mert ők voltak az a bizonyos áldozati generáció. Érettségi után műegyetemre megy Lám Béla. Csinos, ügyes fiú, zongorázik, teniszezik, kiviszik Csucsára, és itten megismerkedik Bonca Bertával. És Lám Béla farsang után megkéri Bonca Bertának a kezét, eljegyzi, ellenben ez az eljegyzés felbomlik, júniusban Adi lejön Csucsára, elviszik őt Kalotaszegre kirándulni Bonca Berta, és megír ezt a gyönyörű versét a Kalota partján, azt a versét Adi. Utána találkozik Lám Bélával, beszélgetnek, hát Bertuka oda hívja Lám Bélát is, hogy kvázi bemutassa Adinak, vagy Adit mutassa be Lám Bélának, nem tudom a kettőt. Lám Béla és Bonca Berta, és a kezükön ki lehet venni a jegygyűrűt. Engem elvitt édesapám Csucsára, elmentem, és persze hát egy ilyen tizenéves lány volt, mi érdekelt engem. Apuka, hol ültek Adival? Melyik padon? Mutatta, hogy melyik padon, ottan a kastély udvar, a kertjében. Apuka, hol dobta el a gyűrűt az ujjáról, mert Lám Béla, mikor látta ugye ezt az Adival való itilt, akkor levette az ujjáról a gyűrűt, mérgesen eldobta ezen a kicsi úton, és hát ez volt az előzmény, hát az eljegyzés megszakad, és Lám Béla elmegy a háborúba. Az első világháború 6 éves hadifogságot hoz Lám Bélának, aki 1920 után tér haza Kolozsvárra. Ekkor kezdődik barátsága Reményik Sándorral, Átili Lajossal, Olosz Lajossal, olyan kapcsolatok, amelyeknek dokumentumai ma már irodalomtörténeti jelentőségűek. Nyugdíjba vonulásom után volt időm arra, hogy ezzel a gazdag és szép hagyatékkal foglalkozzam. Édesanyám nagyon szépen rendbe tette a
kéziratokat, a leveleket, és betette egy antik szekrénybe, és azt mondta, hogy itt van a ti gazdagságotok. És én rám hárult az a feladat, a nővérem 2000-ben meghalt sajnos, hogy ezt a hagyatékot feldolgozzam. Az első könyvecske, ami megjelent édesapám hátrahagyott írásaiból főleg, ez lírai feljegyzések egy kolozsvári polgárcsalád életéből. A következő könyv, ami volt, mondtam, édesanyám összeszedte azokat a fényképeket és leveleket, amiket édesapám kapott. A levelező társak azok nagyon értékes emberek voltak. A korabeli Kolozsvárnak költői, közgazdászai, írói, és ezek a levelek szerencsére átvészelték a világháborút, átvészelték a költözéseket, és össze tudtam őket állítani, és pedig ez a könyv 2005-ben jelent meg, szintén a Studium kiadásában. Lán Béla levelezése Áprili Lajossal, Mansberg Árvéddal, Olusz Lajossal és Reményik Sándorral. Édesapám sírján az van, hogy Lán Béla mérnök és író. Ő mérnökként foglalkozott a gőzgépekkel, és foglalkozott a mezőgazdasági gépekkel, mivel a mezőgazdasági akadémián 45-től annak a magyar szekció megszűnéséig 57-ig a professzora volt. Az írói hírnevet neki nem a szakkönyvei és az egyetemi jegyzetei, hanem a körön kívül hozta. Ez életének 10 évét adja vissza, 1914-től 24-ig. Leírja a háborút, a hadifogságot, és a hadifogság után a visszatérést a Trianon utáni Kolozsvárra, és az életet, ahogy indult akkor, 24-ben itt Kolozsváron a magyar társadalmi és a kulturális élet. Ez egy olyan gyönyörű szerelmi történet tulajdonképpen, de filozófia is, mert ő ebből a háborús nyomorúságból nem azzal jön haza, hogy az emberek gonoszok, és gyűlölni kell mindenkit, hanem azzal jön haza, hogy az emberek alapjában véve jók, és a jóságot kell az emberekben erősíteni. Egyetemes irodalom történész, köszöntöm, jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Hát együtt dolgozott Hanclám Irénnel, talán több kötet kiadásán is. Miért értékes, fontos Lán Béla hagyatéka, akár irodalom történeti szempontból? Valóban Hanclám Irénnel régóta ismerjük egymást, elnézést, hogy zavaromban a nevét sem tudom kiejteni, akkora tisztelettel és szeretettel vagyok iránta, mióta brassai is tanárként együtt okítottuk a gyerekeket, és mióta megosztotta velem a család mitológiáját, illetőleg családtörténeti adatokon keresztül közelebb jutottam az irodalmi élet hétköznapjaihoz, az én életemet megelőző erdélyiséghez, és egy olyan értékrendhez, amelyet én vállalok. Igen fontos számomra, és természetesen ebben magának, Irocskának ismert, ezen a beceneven szeretjük őt szólítani, ahogyan édesapja is szólította. Irocskának sokat köszönhetek, mert
rávezetett egyfajta élet szemléletre, és nyilván ezt is tanulta valakitől, a mi családunktól sem idegen ez, de mégis mint egy kolozsvári család sarját nézem őt. Kolozsvárivá lett család sarját, és úgy tűnik nekem, hogy az a sokféleség, amely ebben az életakarásban, értékkeresésben megjelenik, ahol az irodalom olvasása, teremtése, megosztása, értelmezése életszükséglet és a hétköznapok része, azt hiszem, hogy ez átvihető a jövendőbe. A másik dolog pedig, hogy épp hogy fontos a múlt és a múlt örökös újramesélése, az ember léptékű múlt megosztása másokkal, akár egy fiatalabb nemzedéknek való újra-újra mondása, épp olyan fontos, mint a környezetünkkel való tudatos bánás, és ebben a környezetben az épített környezet éppen olyan fontos, mint az örökölt természeti környezet, egyik sem a másik rovására van. Mostanában nagyon sokat gondolkozom azon, hogy mit jelent az erdélyiség. Azt szeretném, hogy ez értékek teremtését, átadását és keresését jelentse. Most már ezek az értékek befogadó jellegűek, és nem pusztító jellegűek. Úgy látom, hogy ez a mérnök ember, aki az irodalmat arra használta, amire való, hogy megfogalmazza a kételjeit és rögzítse azokat, amelyek vele történtek, hogy tehát ez a mérnök író ember a barátságra, az emberi méltóságra, a természettel való együtt lüktetésre tanít bennünket, és nézzünk csak körül, ilyesmire tanít bennünket Kós Károly Benedekelek, Április, Reményik is csak keservesebben vagy megszenvedettebben. Amikor az erdélyiségre gondolok, akkor két irányt látok, az egyik a katona, a másik a pásztor. Úgy látom, hogy a politikai változás után például Reményik Sándor először ezt a katona szerepet vállalta. Aztán a pásztor, amely láthatatlanabb, de lehet, hogy sokkal régebbi az ember teremtése óta van, és ezt a pásztori szelidebb létet egy különleges istenélményt is, illetve a barátságnak, a művészetnek, a természetben is meglátható esztétikumnak a kultuszát ismerem fel Lámbélában, azokban a milyen játékokban. Milyen egyéb szövegei is vannak a regényen kívül? Írd de mást is, amit publikáltak esetleg folyóiratban, igen, vagy egyéb? Valójában a lányának köszönhető az, hogy az egykönyves íróból egy szépen író, értelmiségi figurája bontakozik ki, mert például, hogy volt kinek címezni leveleket, és volt kihez írni verseket, ebben az esetben most éppenséggel Reményikről beszélek, az annak köszönhető, hogy volt olyan személyiség, aki ezt inspirálja és elfogadja. Tehát ezek az egymással kommunikáló erdélyi, magyarországi, kolozsvári emberek, akik olvastak és töprengtek, valójában programot kerestek a jövő nemzedékének, és ebben a magyarság csak egy rész. Ezek a mi számunkra fontos olvasmányok. Például a Lámpagyújtogató című összeállításában Hanclám Irénnek egy külön fejezet foglalkozik azzal a barátsággal, amely
Reményik és Lán Béla között van, és csak egy verscímet mondok egymás helyett. Ezt a versét Reményik Lán Bélának ajánlja, és azt mondja, van egy barátom végzetesen más, és végzetesen mégis egy velem, én végig álmodom az álmait, ő végig éli az én életem, minthogyha egy munkamegosztás lenne, az egyik él, a másik pedig ezt megjeleníti. Nyilván nem csak erről. Roppant érzékeny zsűre van az, ami a leveleiben, mint textus megszólal, és valahogy úgy tűnik, mint hogy a picit távol állna attól a mérnöki habitustól, amit így nem mérnökként esetleg elgondolunk. A regénye, amely ki is ön lehet napvilágot, bizonyos okok miatt, miről szól? Az emlékirat, illetve az emlékezés meghatározza a regény struktúráját is. Tehát az, hogy mi történik valakivel egy világromlás idején, hogyan lobban fel benne a szerelem egy idegen kultúrában felnőtt ember iránt, milyen az elszakítottság érzése, a hazatérés élménye, az akkor érezhető igazán, hogyha melléje teszünk más könyveket, például Kunc Aladár Fekete kolostorát, vagy melléje tesszük Remény, vagy Tamás Járonnak a könyveit, tehát kire hogyan hatott ez a változás, és miféle személyes történetekben tudta ezt megjeleníteni. Van, aki ezt nagyon rövid formában, van, akinek sok szöveg kell erre. Az ő számára leginkább mégiscsak ez az emlékirat hagyomány volt alkalmas arra, hogy beszéljen magáról és magyarul beszéljen a történésekről, amelyek ugye azért valahol a magyarság egyéni története is. Több kötetet hozott magával. Igen. Folyóiratot. Hoztam Pásztor tüzet, arra gondolva, hogy akkor, amikor ő a kolozsvári társadalom művelttagja és valójában barátainak megbízható társa volt, miket olvastak, miről szólt a fáma. Például az egyik Pásztor tűz. Közben az egyiket elkérem is megmutatni, nagyon szép. Az egyik Pásztor tűznek a címlapján én Áprili Lajost látom, ennek a családnak a barátját, 1929. július 28-án, én is megmutatom. A belső oldalon pedig Berde Máriától Áprili elmegy című írás, amikor is azt írja, de ha valaha elhárító mozdulattal üzen a feléje tájékozódó erdélyi törekvéseknek, akkor igazán elment Erdélyből, elment tőlünk örökre. De hát áprilise ment el, és az ittenieknek köszönhető, hogy kapcsolatokat tudott tartani. Itt a másik Pásztor tűz a Magyar Valkói templom a címlapján. Áprili Gyallai Domokos Reményik Sándor szerkesztésében jelent meg. Ez a Dzsida kezétől sem idegen lap, és elhoztam az új erdélyi antológiát, amely 1937-ben jelent meg, csak hogy lássuk, hogy Kolozsváron miket olvastak és szerkesztettek. Ennek a legelső verse éppenséggel Dzsida Jenő nagy csütörtöke, amely tehát mutatja, hogy az élet akarat mellett és a modus vivendi keresése mellett ez a nemzedék egyfolytában drámai helyzetekbe került, ezzel valahogyan meg kellett birkózni, és közben a szolidaritásnak mindenféle formáját kereste, átélte. Maradjunk ennyiben is azzal együtt, amit elmondott Lán Béláról. Köszönöm szépen a befáradt. Viszontlátásra. Yeah.